Kedves hölgyek és szenyorok, ugye így volt a plakáton, úgy is mondhatnám, kedves szenyoriták és szenyorok, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és örülök, hogy ilyen szép számmal elfogadták a meghívásunkat. Többen kérdezték, hogy milyen alkalomból van most itt ez a műsor, ez a nap. Akár mondhatnánk azt is, hogy október 1-e az időseknek a világnapja, mondhatnánk azt is, hogy több mint 4 évtizedes a zalaszentgróti nyugdíjas klub, ez mind így van, de megmondom Önöknek őszintén, hogy nem ezért van. Egy teljesen prózai oka van, hogy igazgatóval beszélgettünk, ez pedig csak egy szó, a köszönetnek a szava Önök felé, akik a könnyeikkel és verejtékükkel építették fel ezt az országot, ezt a térséget, és Önök adtak erőt nekünk, nekem, hogy tanulhassunk és dolgozhassunk, és most ezt meg szeretnénk Önöknek köszönni, és ez az oka, ez az apropója annak, hogy ez a mai nap, ez itt van. Ugye eddig mindig megszokhattuk azt, és nagyon örülök neki, hogy nem csak Zalaszentgrótról, hanem a kistérségből is itt vannak az idősek, a szenyoriták és a szenyorok. Eddig megszoktuk azt, hogy a térségi idősek napján mindig Önök adtak műsort nekünk, most mi ezzel szeretnénk kedveskedni Önöknek, és nem csak úgy szeretnék köszönetet mondani, mint Zalaszentgrót város polgármestere, mint a kistérség elnöke, hanem mint egy zalaszentgróti lakos, Baracskai József, Józsi, Jóska, Józsika, ugye mindenkinek tetszése szerint, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm az Önök eddigi munkáját, és nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Megyek én az országúton, azután egy gyalogúton. Elibém jön három zsandár, hová-hová híres betyár. Nem vagyok én híres betyár, megyek én a dolgom után. Miről ismersz, kutya zsandár, hogy a nevem híres betyár? Ismerlek én a szemedről, meg a zsivány nézésedről. Zsivány még a nézésed is, de még minden lépésed is. Lá, lá, lá.